Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok, Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. A mai evangéliummal kapcsolatban azt világosan meg kell érteni, hogy mikor a kereszténység a zsidóságtól már elvált, ugye világossá vált, hogy a zsinagógák nem fogadják be Jézust, mint messiást, akkor Jézus beszédeit úgy összegezték, írták le az evangéliumokban, hogy ez kifejezte az első keresztény közösségek polémiáját a zsinagógával, ilyen szövegrésszel van dolgunk, ugye az, hogy ne hívassátok magatokat atyának, ami olyan sokakat megbotránkoztat, az az akkori zsidó gyakorlattal való polémia, ugye, hogy a keresztények szokásai mások voltak, és hát ezt indokolja is az evangélium Jézus kijelentéseivel, hogy miért mások történelmietlen ezt a kezdeti keresztény zsidó polémiát, ami akkor aktuális volt, ez szó szerint átvinni a mai helyzetre, ahol az atya megszólítása papokkal szemben éppenséggel az, amelyik a legkevésbé fejezi ki a társadalmi megkülönböztetést, hogy főtisztelendő úr, meg plébános úr, meg hasonló megszólítások, ezek ilyen társadalmi rangot fejeznek ki. Az atya megszólítás viszont a hívő bizalmas megszólítása, és ez a legjobb, amit pillanatnyilag használhatunk. Egy más helyzetben, más összefüggésben hangzik el ez a figyelmeztetés, hogy ne hívassátok magatokat atyának. Viszont, ha most félretesszük azt, ami akkor volt aktuális, és erővesszük azt, ami miránk is vonatkozik, akkor fölhívnám a figyelmet a következő mondatra. Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek, tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteitekben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Jézus itt egy világos különbséget tesz az írástudók elvi kompetenciája és a gyakorlati életvitele között. És az elvi kompetenciát elfogadja. Megint fölidézem, hogy ez az akkori helyzetre vonatkozik, amikor ugye Jézus nem mint vallásalapító jelent meg, ő mint zsidó jelent meg a zsidó valláson belül, hirdette azt, hogy az Isten országa eljött, ez később vált szét két vallássá, azok
azokra, akik szerint eljött, és azokra, akik szerint még nem jött el. De akkor még teljes kompetenciában volt az Ószövetség, az Ószövetség tanítóit Jézus elismeri. Ugyanakkor azonban mond egy kemény kritikát, lehet, hogy ezt később az ősegyház még jobban kidolgozta, a nagy polémiák idején, mond egy kemény kritikát a tanítók életviteléről. A mi számunkra az az aktuális üzenet, hogy ez a kettő összefér. Nagyon sokan úgy vannak, most átvéve az egészet a mi helyzetünkre, nagyon sokan úgy vannak, hogyha látnak egy bűnt, amit elkövet egy pap, vagy olvasnak a történelemben olyan dolgokról, mint az inkvizíció, vagy egyes pápák magánélete, ami nem volt éppen dicséretes, ugye akkor megbotránkoznak, és meginog a hitük. Ezt mondják, akkor onnan tudjam, hogy igaz. Pedig ez két különböző dolog. Jézus itt világosan megteszi a különbséget. Mózes tanítószékében ülnek, igen, azt olvastam, hogy ez egy ténylegesen létező szék a zsinagógában, Mózes széke, és abba beleült a tanító. Tehát igenis, Mózes tanítószékében ülnek egyfelől, tehát el kell fogadni, amit tanítanak, másfelől viszont az egyéni életvitelük kifogásolható. Ez két különböző dolog. Jézus Krisztus szent lelkét adta egyházának, egyházban a Szentlélek működik, megakadályozza, hogy az egyház hamis útra vezesse a hívőket, az egyház hite nem lehet téves, ha valami tényleg az egyház hite, az hiteles, kompetens, ugyanakkor viszont méltatlan emberi magatartások előfordulhatnak a tanítók, a vezetők részéről is. Ez a különbség, hogy az egyházban előforduló botrányokat föloldja. Hozzátennék azonban valamit, most már túl azon, amit az evangélium mond, hogy Isten viszont mindig gondoskodott és gondoskodik arról, hogy legyenek az egyház vezetői között szentek, és egy-egy szentéletű pap, egy-egy szentéletű püspök, egy-egy szentéletű pápa nagyon sokat jelent arra nézve, hogy hiteles, hogy a kettő, az igaz tanítás és a hiteles élet azért nem válik el egymástól. A történelemnek nehéz századaiban, amikor Róma nem állt éppen a hivatás magaslatán, amikor méltatlan pápák ültek Szent Péter székében, akkor is ki lehet mutatni, hogy voltak az egyháznak szentjei, voltak a hitnek hősei, de sokszor maguk a pápák voltak a hithősei, és ez számunkra meggyőző, különösen az, hogy történeti hanyatlások után mindig újra egy magaslatra tudott visszatalálni a pápaság. Jelenleg szent pápáink vannak, most is szent pápánk van, meggyőződésem szerint, de ugye már 9. Piuszt is boldoggá avatta az egyház, a 19. század második felének pápáját, a századforduló pápája, akit ma ünneplünk, 10. Piusz, hát 13. Leó volt a századforduló pápája, de a 20. század kezdetének pápája, 10. Piusz szent volt, ő már szenté van avatva, Isten megdicsőítette ezt a szerény szolgáját, a 13. Leó is, aki a kettőjük között volt, ő is szent életű ember volt, és utána is szent életű emberek következtek sorra, függetlenül attól, hogy melyiknek folyik és melyiknek nem folyik boldoggávatási eljárása, de lesznek még szentek ebből a korszakból, ami 23. János és Szent 10. Pius között volt, boldog 23. János, lesznek még szent pápáink, olyanok, akiket szenté avatnak. Egy olyan példát mutat föl Szent Péter utóda a mikorunkban, amelyik azért ezen a másik módon is hitelesíti az egyháza. És ez mérhetetlenül jó érzés, megnyugtató érzés számunkra.